Sziasztok! A mai videóban bemutatom nektek Danessa Myricks legújabb palettáját, a Groundwork Blooming Romance palettáját. Hogyha érdekel titeket ez a különlegesség, akkor tartsatok velem! De ez nem csak egy szokványos paletta, tudjátok, használható szemre, eyelinernek, rúzsnak, pirosítónak, én még nem is tudom minek, úgyhogy többféle felhasználási módját és kétféle sminket is megmutatok nektek vele. Na hát, először is ez a csoda egyébként még hivatalosan nem jelent meg, de én már próbálgattam, és fogok is nektek tippeket adni a használatával kapcsolatban. A hivatalos megjelenési dátuma egyébként március 19, és a CL Beauty oldalán már előrendelhető. De először nézzük már meg, hogy mi is ez a paletta, és ahogy mondtam, én ezt már használgattam, úgyhogy belenyúlva látjátok itt most a kezemben, de mutatok nektek érintetlen formájában is swatchot, hogy miért olyan különleges, ugye azért, többek között a jó minőségén és csodálatos színein kívül. Az a különlegessége ugye, hogy ebben is, ugyanúgy, mint az előző kistársában, a barna változatban, ebben is poros és krémállagú színek vannak egymás mellett. A nagyobb penek a krémek, és mellette, mindegyik mellett pedig van egy vékonyabb por állagú szín is, de mindjárt meg fogom őket jobban mutatni nektek, viszont anélkül nem akarok erről a palettáról beszélni, hogy nem említenék meg csak nagyjából legalább az előző kiadást, ami egy díjnyertes terméke Danessa Myricksnak, és ezt is már megmutattam nektek, hoztam nektek vele videót, többször láthattátok már a csatornámon, és még fogjátok is biztosan, egyébként látszik is, hogy nyúzom rendesen, mert iszonyú jó mind a kettő azért szerintem, a multifunkcionalitása miatt is természetesen, de azért is, mert annyira lefed szinte mindent, ami alap dolog. Főleg, ha mind a kettő megvan, akkor aztán tényleg ki vagy pipálva, pirosítás, bronzosítás, alapszemsminkek, nappali, alkalmi szinten is, eyelinerek, mert ugye eyelinernek is lehet használni az összes színt, lehet szájkontúrnak is használni mindet, arcra is, szemre is, bárhova pakolhatod. De nézzük meg jobban ezt a palettát akkor most. Szóval ebben a palettában most ezúttal rózsásabb árnyalatok vannak, egy picit narancsos beütése is van egy némelyik színnek, és barnás is, de mindjárt meg fogom nektek mutatni szemen használva is. Paletta maga egyébként jó, masszív, vastag, nem törik csak úgy könnyen össze benne minden, a tükör elég nagy benne, az egész nagyon masszív, és ugye ezt már a másik palettánál beszéltük, hogy attól függetlenül, hogy krémes a termékek fele benne, ugye, vagyis hát a színek fele benne, attól függetlenül nem kell aggódni attól, hogy beszárad, és ezek nem önfixáló krémek, ami azt jelenti, hogy akkor fogod őket tutira lefixálni, hogyha a port is raktál rá. Ettől függetlenül, ha mondjuk pirosítónak ide felrakok egyet, egy krémeset, halvány, vékony rétegben, nem fog az elmaszatolódni attól, mert nem pirosítottam rá porral is. De, hogyha mondjuk szemhéjon szeretnéd használni, vagy eyelinernek, akkor érdemes úgy használni, hogy a krémet felhúzod, és utána ráporolsz ugyanebből a színből. Vagy akár módosíthatod is, nyilván így a színeket keverészni is lehet őket össze-vissza egymással. Egyébként tényleg, fú, nagyon sok oldalú. És akkor ezen a szememben most egy rózsaszínesebb, tényleg egy ilyen virágszírom sminket fogok készíteni, a másik oldalon pedig egy kicsit narancsosabbat, kétféle formával. A
Én úgy szeretném az első sminket készíteni, hogy a lehető legfelhasználóbarátabb legyen, minél egyszerűbben és megjegyezhetőbben. És tudjátok, hogy indultam én, mikor legelőször belenyúltam ebbe a palettába? Hát mondom, halljátok, már megint jól ki van találva szerintem a koncepció. Szerintem, ha nem gondolkozol semmit, és így egymás mellé pakolod a színeket, ahogy jönnek, akkor az úgy szép lesz a szememen. Én ezzel a gondolattal használtam legelőször. Úgyhogy nem csináltam más, szemhéj alap sincs rajtam. Csak letakarítottam a bőrömet, hogy ne legyen zsíros, meg koszos, meg stb. Ízat. Viszont semmilyen szemhéjbázist sem használtam, hiszen ezek a krémek itt szemhéjbázisok is. És új bedje felpacsmagoltam ide az elejébe, csak ennyit. Amennyi így lejött így első körben. Semmit nem kellett hozzá gondolkodnom, semmit nem kellett hozzá méregetnem, meg kicsit a szemzugnál előrébb is, és egy picit beljebb is, de csak így ennyit. Ennyi a feladat, és már el is dolgozta magát az anyag. Egyébként tényleg nagyon, nagyon szeretek vele dolgozni. Aztán a következő szint fogtam, ugyanígy új bedzsre, és mellé pakoltam. Aztán fogtam a következőt, és így haladtam sorban. Ez már egy picivel sötétebb, de még mindig nem csináltam semmit, csak így mellé, ahol sikerült, oda pacsmagoltam. Így, és akkor most, amikor még itt nem fejeztem be, nem értem a végére, körülbelül ezzel a négy színnel le tudom fedni, szép átmenetben. Most vettem a kezembe ezt a egyébként kedvencemet, májvás színt, ezt itt, és ezzel már nem csak ide raktam, hanem egy picit följebb is ide, a mélyítőbe. És most szándékosan nem használtam még csak ecsetet se hozzá, de egyébként egy blending brush-sal is lehet nyugodtan használni, akár satírozni is lehet vele, ezt a Groundwork első kiadásánál, a barnás színes szállításnál kipróbáltuk itt a csatornámon, satírozó ecsettel is. Így kicsit ide alá is húztam, picit eltapogatom itt a széleit, és már is egyébként alakul egy nagyon kis szép smink szerintem, de még rá se raktam a porokat egyáltalán. Így szemöldököm alá visszatérek ehhez itt, egy kis krémhez, rakok ide belőle, és akkor így gyakorlatilag több színű sminket is csináltam úgy, hogy már maga a szemhéj alap kialakítja a sminkemet. És utána pedig ebből a sötétből egy nagyon picit rátapogattam ide. Ezt is még mindig csak új begye. Egyébként nyilván ecsetekkel is lehetne dolgozni, csak én most annyira a legszimplább és mégis látványos módját próbáltam nektek itt szemléltetni, hogy ezért nem nyúlok ecsetekhez most. És ha ezzel meg vagyunk gyakorlatilag, meg is vagyunk, lehetne nyilván erősíteni még, de én most rá fogok porolni, úgyhogy nincs szükség további erősítésre. Most fogom a Turbo Stima Short Shader Brush-t, a picike fejű szemhéjárnyaló ecsetet, és az első szín mellett a porállagú színbe nyúlok most. Ugyanúgy, mint az előbb a krémekkel, most megyek a porokkal így sorba, amit ad a paletta gondolkodás nélkül. Kicsit lepecögtetem, én is már tapaszthatom is ide bele. És látjátok, hogy fölélénkült? Egyből. Úristen, de egyébként tényleg, mint a tavasz első virágai. Annyira gyönyörűek ezek a színek, olyan kifinomultak és szépek, és oha! Mivel ugyanezt raktam a szemöldököm alá, ezért oda is fogok most egy kicsit ugyanezzel az ecsettel, ugyanezzel a színnel, csak most itt a szemöldököm alá egy picikét rakok. Következő színhez átérek a nagy eyeshaderre, a nagyobb szemhiányoló ecsetre, és ugye a következőt fogom felrakni, ami itt mellette van. Azt így nem középre, hanem egy kicsit itt előrébb, de nem takarom le az előző szint nyilván. Így. És én nagyon picit, mikor már elfogyott a ecsetről, felsuhintok ide is. Így bele dolgozgatom meg rá az első színre. Következő lépésem pedig az lesz, hogy ebből a színből, tehát tényleg megyek sorba gondolkodás nélkül. Hát így van összeállítva a paletta, egyébként Danessa-nál ez jellemző, hogy azért tényleg ilyen nagyon felhasználó barátra csinál mindent. Könnyű használhatóság, könnyű értelmezhetőség, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ha nincs nagy ötleted, csak fogod, sorba felrakod a színeket, aztán kész, tehát hogy nem kell ezt nagyon túlbonyolítani.
Most a turbosztémá blending brush-sal fogok ebből a színből hozni, még mindig csak megyek sorba igazából. És ezzel fogom ugye itt a végét és itt a mélyítőt, meg a mélyítő felett egy kicsit füstösíteni. Így most már intenzívebb lesz ez a szín is itt. Picit felfelé is eldolgozom. Alulra is egy kicsit meg körbe. Aztán a Turbo Stimmel Small Blending Brush-ot, tehát a kicsike felé is satírozva csattel. Ezt a színt használtam ugye krémként, úgyhogy a mellette lévő színt fogom mélyítésre még egy kicsit használni. Porból is ide. Óvatosan, mert elég pigmentált. Nem kell túl sok. Olyan szépen összeolvadnak a színek maguktól, szinte tényleg. Meg nagyon szeretem a finisht, amit adnak, ezt az állagot, vagy nem is tudom. Olyan eleve füstösnek néz ki a szín maga, nem tudom ezt így jobban elmondani, hogy mire gondolok. Ha ezzel meg vagyunk, még alulra fogok felvinni ebből a színből egy kicsit, középen, és csak az élére veszek az eyeshadernek. És itt alul még ezzel kitöltöm a fennmaradó lyukas részeket. Ha ez megvan, a Turbo Stimmel Pro Brush-sal, ami egy picike fejű és ferde fejű, jó éles ecset, ezt egyébként linerezésre is lehet használni, arra is fogom most. Hát ebből a színből vinnék, de mivel szeretném, hogy egy picikét sötétebb legyen, meg is mutatom nektek, tehát ez a szín itt, csak az élére veszek fel anyagot, és krém, tehát ugye a krémbe nyúltam, ez így néz ki. Viszont én szeretném, hogy ennél egy picivel sötétebb legyen, ezért én szoktam kavartyolni simán őket. Így. És így megmarad a kis májvás beütése, nem lesz teljesen barna, de azért sötétebb lesz. Ezt fogom most rárakni. Majd utána a mellette lévő porral bele fogok tapogatni, úgyhogy csak az élére vettem most is föl. És áthúzom még egy kicsit. Ettől intenzívebb is lesz, és le is fixálja a por. Ha ezzel megvagyunk, akkor ezzel a színnel, most nem is keverem, csak ezzel itt, egy picikét ide alulra is húzok. Ugyanezzel az ecsettel. Ugye ez a krémes állagú. Ide az egyharmadába a sminkemnek. És beledolgozgattam. Na hát az első oldal készül, és akkor most nézzünk egy másik variációt a másik oldalra. Itt sem fogok szemhéjalapot használni, hiszen ő maga a szemhéjalap, ugye? És itt is hasonló koncepciót kezdtem el követni először, mint a másik oldalon, hogy először csak így egymás után elkezdtem felpakolázni a színeket, innentől kezdve, mert az előbb itt fejeztük be, akkor most nézzük innentől a színeket. És ugyanúgy kezdtem el tényleg, hogy az új begyemmel felvettem egy kicsit innen, és betöröltem ide. Most ez lesz a legvilágosabb a szemzugban, úgymond. Utána, kezdjétek el, én azt csináltam, mivel ide szerettem volna egy kicsit világosabbat, viszont nem ugyanezt, mert egy kicsit narancsosabb irányba szeretném tolni, hogy ebbe is beletapogattam egy kicsit, meg ebbe is, tehát világosítottam ezen a narancsoson egy picikét, de még mindig narancsos maradt, és azt meg ide tapogattam fel. Azért is jó tényleg, mert össze-vissza lehet keverni, és természetesen, hogyha valakinek megvan a másik groundwork paletta, akkor azzal is, amit én most nem akartam, mert az úgy csalás, de azért így palettán belül kevergetek. Ezután a kis barackos narancssárkás szín után folytattam ezzel, mert ezért a palettában, és azt is újba egy gyelid mellé raktam. És egyébként én úgy hirtelen a merésznek gondoltam, hogy itt is ugyanezt a sorrendet kövessem, de aztán olyan szépé vált, itt felül egy picikét eltapogattam, ennyi eldolgozni.
És utána még egyet, ami soron következő, beleraktam. Ide. Itt hármat összesen. És olyan szép lett a végeredmény szerintem. És itt még egy kicsit viszont, most már csodafintában fogom csinálni, mint az előbb. Picit bonyolultabb lesz ez a smink, nem nagyon. Csak egy picit másképp csinálom, mint az előbb. Szóval eddig még csak úgy vegye, a három szint szó szerint feltapogattam, és akkor így a szemhéj alapon meg is van. Na, ezután viszont ugrottam egyet, és ehhez a színhez jöttem. A Turbo Steam-el a Short Shader Brush, ez egy picike fejű szemhéjánáló ecset, és az az igazság, hogy természetes szőrrel nem annyira szoktam általában eldolgozni krémeket, ahhoz jobb szokott lenni a műszőrös ecset, műszálas ecset, de ennél a palettánál igazából mindegy, mert a természetes szőrrel is nagyon szépen tudtam satírozni és dolgozni ezekkel a színekkel. Na, ide egy ilyen eyeliner félét húzok föl ezzel az ecsettel, és a krémmel, ugye. És utána, miután ez megvan, jaj, mutattam nektek TikTokon egyébként egy trükköt a keresztes eyelinerrel, amikor így kereszteszed, az X-ből indulsz ki, azt, hogyha érdekelteteket nézzétek meg, most erről eszembe jutott, mert most is valami hasonlót fogok csinálni, de igazából most annyit csinálok, hogy ide alulra is hozok ebből a színből egy picit, és meghosszabbítom, és itt berajzolom ugye végül is az eyeliner helyét, de rakok ide is egy kis satírt bele. Így fölfele. Itt vastagabban, aztán egyre vékonyabban, hogy a mélyítőbe kerüljön ez a satír. És erre behúzom, aztán pedig fölfele. Ezt elfüstösítem. És itt az eyeliner alá nem megyek. Beledolgozom azt az eyeliner jellegű valamit is ide. Itt igazából ezt a formát adta meg, nem eyeliner még, de majd ezt is húzok rá. De most igazából az irányát adta meg a sminknek, és azt, hogy hol legyen a füstöm. Ha ezzel megmegyek, akkor átváltok most porra. Most akkor megyek ugyanolyan sorrendben, ahogy indultam is. A Turbo Steam-el Short Shader Brush-sal, a pici fejű szemhiányoló ecsettel ezt a színt fogom használni elsőnek, mert ugye ez volt a szemzugban a krémből is az első. Azt rakom most ide. Kis narancsot. És aztán átváltok a nagyobb szemhéjányolóra. Turbo Steam-el egy shader brush, és megyek ezzel a színnel tovább, amit mellette volt a porral most ugye. Tehát először felraktuk a krémeket, és most a porokat hozom rá. Szépen végig tapogatom, majdnem teljesen a végébe. Itt egy picit kihagyok, hogy tapadjon a krémbe jól majd az utolsó por. És amikor már ezt így letapogattam, és alig van az ecsetem, vagy szedek le az ecsetről, és az ecset élével egy kicsit még itt eldolgozom. De egyébként tényleg azt szeretem nagyon ebben a palettában, hogy ennyi volt eldolgozni. De egy ilyen pár mozdulat minden. Turbo Steam-el small blending, kicsi blending brush-sal hozom ezt a színt, mert így mentem ugye a krémekkel is. Porral is ezt a színt hozom. És ezt viszont úgy próbálom felvinni, hogy egy kicsit ide följebb. Erre. Arra az ívre, amit előzőleg nagyjából bejelöltem. Fontos az, hogy ezt az irányt itt tartsam, amit az előbb felrajzoltam. És innentől felfele füstösítsem. Meg a mélyítő alá se csúszszak. Most azzal az ecsettel, amivel emerről is linereztem, tehát ez igazából egy próbrás a készletemben, a Turbo Steam-el kollekcióban, viszont ez egy ferde és vékony ecset, úgyhogy eyelinerezésre is teljesen jó. Ezt a színt fogom most használni, a legsötétebb krémet.
Ha ez megvan, akkor ugyanezzel az ecsettel és ezzel a porral fogok egy kicsit még rámenni, az élére veszek fel az ecsetnek ezzel a porral, és akkor ugye fixálás, meg még egy kis intenzitás növelés céljával átsuhanok. Csak így végig tapogatom a porral. Fölül pedig fogom a Turbosteamer Small Blending Brush-t, egy nagyon picike fejű satírozó ecsetet, és egy nagyon kicsit felveszek a legsötétebb színből, porból, és azzal egy picikét még ide rámélyítek. Kicsit kisatírozgatom. Erre vastagabb lesz, erre halványul, és itt elhal, arra befele. Fejű Turbo Steamer Powder Brush-sal, amit előtte egy kitakarítottam minél jobban a kezemen a portól. Bele fogok nyúlni most ebbe a színbe, és ez lesz a pirosítóm. Ez egy krémes szín, ugye, mert a nagyobban nyúlok bele. Elég keveset vettem föl, csak picikét érintettem bele, és ide egy picikét felhordok a krémből. Pirosítónak. És mivel ezt ilyen kis nagyon lejti mennyiségben raktam föl, én úgy tapasztaltam, hogy nem szükséges leporolnom, de hogyha nagyon szeretnéd és biztosan biztosra akarsz menni, akkor akár le is porolhatod a mellette lévővel, vagy hogyha építeni szeretnél rá nagyobb erősséget, de szerintem én most ezt így hagyom, mert így szerintem szép, ahogy van. A másik oldalon, szedek le megint mindent az ecsetről, amit csak tudok így hirtelen, másik oldalon pedig ebbe fogok nyúlni mondjuk pirosításnak. Tehát ugye lehet ajkakra is használni, kontúrozásnak is, meg rúzsozásra is. Én úgy fogom csinálni, hogy az egyik oldalról, ezen az oldalon csak szimplán úgymond rúzst rakok fel ebből a színből, a Turbo Steamer Lip Brush-ra, ami így néz ki egyébként. Neki jó kis éle van, jól lehet vele kontúrozni. Take me
hát számomra ez megint egy csodálatos paletta rengeteg lehetőséggel és iszonyú sok kifinomultsággal, úgyhogy nekem megint nagyon-nagyon tetszik, és majdnem elfelejtettem nektek mondani, hogy egyébként március 19-e a hivatalos, ha minden igaz, március 19-e lesz a hivatalos launch date, viszont már most is előrendelhető a cfbeauty.hu-n, ahol 10% kedvezménnyel tudtok Danessa Meyer X termékekhez jutni, ha használjátok a Timi10 kuponkódot, de egyébként a videó leírásában is leírtam ezeket, ott meg tudjátok nézni. Ha valaki előrendeléssel már most rendel, vagy akár a megjelenéskor március 19-én, akkor is arra lehet számítani, hogy március vége felé kapjátok készhet a palettákat. Ugyanis a hivatalos megjelenési dátum az ebben a pillanatban március 19, remélhetőleg ez így is lesz, én már ugye megkaptam, de ez még nem a megvásárolható példány. Úgyhogy nagyon-nagyon itt vagyunk a tűzhöz közel, még a megjelenés előtt meg tudtam nektek mutatni, aminek nagyon-nagyon örülök, és annyira hálás vagyok, hogy ezt is ki tudtam próbálni. Köszönöm a CF Beauty-nek is az együttműködést, és természetesen nektek is, hogy itt voltatok, írjátok meg kommentben, hogy hogy tetszik nektek, és melyik tetszik jobban nektek egyébként. Kíváncsi lennék erre is, mert alappalettának egyébként szerintem én továbbra is a barnát választanám magamnak, mert azt látom számomra a még jobban kihasználhatónak mindenre is, viszont ez az igazság, hogy ez a másik olyan színvilág, amit meg nagyon-nagyon-nagyon imádok, és ugye ez pirosítás szempontból is nagyon tetszik. Igazából rúzsozásra bevallom őszintén, én magam nem szoktam egyiket se használni, ajakkontúrozásra igen, de rúzsnak nem. Viszont amire nagyon szeretem, az a szemhéjfestés, a bázist adni, és szemhéjpúdereknek is használni, az eyelinerezés is, úgyhogy ezek szerintem a... Ja, meg hát a pirosítás, ugye? az ebben nagyon tetszik, hogy így egyszerre lesz sok krémes, és hát igazából poros pirosítót is, mert arra is lehet használni. Na, úgyhogy nekem tetszenek, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, iratkozzatok fel a csatornámra, ha az még eddig nem történt meg, a CF Beauty elérhetőségeit is belinkeltem a videóm leírásába. Nagyon örülök, hogy ma is velem tartottatok, legyen csodás napotok, sziasztok!